Szabó Péterné gyermekkönyvtáros köszöntője után a kötet verseiből elhangzó válogatást Török Tünde, Keserűné Ébner Tünde és Gánóczi Ferenc tolmácsolásában hallhatták a jelenlévők. Én köszönöm ezt a lehetőséget, mert olyan lélekpihentető volt, olyan jó volt visszahallani ezeket a verseket, mert amikor az ember dolgozik vele, akkor keresi a szavakat, ami megfelelő, a leginkább alkalmas szót, ami a hangulatát visszaadja a versnek. Nagyon, nagyon jó volt. Nem először jelenik meg, ugye nem én vagyok az egyetlen, aki Karcagon, aki verset fordított. Gál Lászlónak van egy egész csokorra való versfordítás az ifjú törökök nemzedéke költőitől, ami 1956-ban a világirodalmi enciklopédiában meg is jelent. De egyébként verset fordítani nem egyszerű dolog, ez olyan különleges adottság kell. Én magam sem gondoltam, hogy valaha én ért csinálok, de ezt komolyan mondom. Mert az, hogy prózát olvas az ember, az természetes. Ha le is írom, ha úgy adódik, vagy éppen szükséges idézni, de hát én nem is gondoltam soha az életben, hogy valaha verset fordítok, de így jött ki a lépés, és nagy szerencsémre találkoztam Gősi Vali költővel, Győrben élő költővel, akivel remek munka során az egész pandémiát ezzel töltöttük, tehát ez a verses kötet, ez nem mondom, hogy köszönjük a pandémiának, de a szükség úgy hozta, hogy helyben kellett maradni, és nagyon érdekes volt, mert magunk sem gondoltuk, hogy ennek ilyen sikere lesz, csak úgy megpróbáltuk, olyan jó játéknak tűnt ez, és akkor megjelentek irodalmi folyóiratokban, volt, amelyik címlapon hozta. A kötetet dr. Barta Júlia turkológus mutatta be, előadásában szólt a török lírai költészetről, a szerzőkről, a versek keletkezéséről, a fordítás nehézségeiről és szépségeiről is. A modern költészetben sok a szabad vers, és ezeket úgy kellett felfogni, mint egy mondatot sokszor. Néha az egész vers egy mondat, vagy egy-egy versszak egy mondat, és ennek pedig az a pikantériája, hogy a török mondatszerkezetben az igei állítmány az mindig az utolsó szó. Tehát mindig a mondat utolsó szava. És hát akkor ezt ugye úgy kellett. És egyébként annyira jó dolog az, amikor úgy kinyílik a vers. De egyébként ezek szó szerinti fordítások, tehát... szó szerinti olyan értelemben, hogy a megfelelő szót, na is ehhez kell a költő, a megfelelő szót kell megtalálni. Tehát azt, ami a hangulatában is visszaadja. És amit én felolvastam, az a Giannini Giannana Füzulitól, az ilyen csupa, ilyen terjengő, ilyen könnyed, ilyen kicsit ilyen... Élet a mai hangulathoz. Igen, olyan nagyon, nagyon érdekes volt. És hát ugye a modern török költészet az a 19. század végétől indul, amikor már a népköltészet is bejön, a népi írók, a szószólói, és hát úgy indul el valami különleges dolog, ami máig tart, mert hogy a nyelvújítás korát máig élik a törökök, igyekeznek megtisztítani a török nyelvet az idegen szavaktól, az idegen hatásoktól, elsősorban ugye a kezdetben elsősorban az arab és a perzsa hatástól, hát most meg a nyugati tengmártól, és azért annak sem örülnek, sem ők, sem mi, de azért a török, a rendes török azért igyekszik a gazdag török nyelvet használni minden kifejezéshez. A kötetet dr. Kenyeresné Zé Ágnes művésztanár rajzai díszítik, a tipográfia Dede Lilla munkája.